Ma már nem ritka, hogy a felnőttek is visszaülnek az iskolapadba. Sok munkaterületen előregszik a szakma, és a fiatalabb generáció látja, milyen szakképzési területre érdemes jelentkezni, amivel el tud helyezkedni a munkaerőpiacon. Akár a nappali, akár a felnőtt képzésben a vendéglátóipar, a kereskedelem továbbra is kiemelkedő helyen van, és a listán egyre feljebb kerülnek a gépjárműipari szakmák is. Két év alatt 1800 tanult iskoláztunk be, és vizsgáztak le ebből már közel a fele, és ebben az évben beiskoláztunk közel 900 főt felnőtt oktatás keretében. Tehát itt jelentkezik az a plusz létszám, amit igazából érzékelünk az oktatás ügyben, hogy a felnőttek döbbennek arra rá, hogy vagy új szakmát akar tanulni, vagy pedig a meglévőt akar továbbfejleszteni. Ők pedig már az egyik nyíregyházi magániskola informatikus tanulói, az érettségire épülő szakképzési kínálat is jelentősen átalakult az elmúlt években, és egyre több informatikus, szoftverfejlesztő képzés indul el, ezekkel a szakmákkal ugyanis jó eséllyel lehet elhelyezkedni. Érettségi után jönnek hozzánk a tanulók, azok, akiket egyetemre és főiskolára nem vettek fel. Itt nálunk egy gyakorlati tapasztalatot szerezhetnek a két tanév alatt ezekben az OKS képzésekben, és majd ezt követően pedig nagyobb lehetőséggel jutnak hozzá ahhoz, hogy felvételt nyerjenek az egyetemre vagy akár főiskolára. A szakgimnáziumban grafikusok, művészeti és médiafotográfusok, vendéglátás szervezők és humán területen pedagógiai és családsegítő munkatársakat képeznek. Az intézményben körülbelül 100 fő tanul, a képzésük gyakorlatorientált, saját, jól felszerelt tanműhellyel rendelkeznek. A tanulók külső gyakorlataikat cégeknél, intézményeknél is teljesítik, így közvetlen kapcsolatot építhetnek, ami segítheti későbbi elhelyezkedésüket is.